Sziasztok! A következő néhány percben a C-vitaminról szeretnék mondani valamit, pontosabban arról, hogy a liposzomális C-vitamin érdekében megálmodott a hagyományos C-vitamin felszívódásával kapcsolatos okfejtéseket miért tartom marhaságnak. Pár évtizeden még 60 mg-nál nagyobb kiszerelésű, dózisú C-vitamint nem lehetett kapni, aztán jött a 100, 200, 300, majd az 500 mg-os, mostanra pedig már 1000-1500 mg-os kiszerelésben is megvásárolható. Hogy mennyi a napi szükségletünk belőle, arra vonatkozóan több elmélet is létezik, de a leghitelesebbnek gondolt szerint ez testsúly kilogrammonként 30 mg, ami azt jelenti, hogy egy magamfajta 100 kilós palinak naponta alaphangon 3000 mg szükségeltetik, de ha kerülget valami nyavajatörés, akkor ennek akár a két-háromszorosa is mehet. Bizonygatták ezt már olyan kísérlettel is, hogy egy átlagsúlyú ember napi 3000 mg-os szedése mellett az egész napi vizeletében összesen nem találtak 1-200 mg-nál többet, tehát szinte maradéktalanul felhasználta a szervezete a bevitt mennyiséget. És ezt mindenkinek minden nap be kéne szedni, ugyanis az ember sajnos azon ritka fajok közé tartozik, akiknek a szervezete egyáltalán nem termel C-vitamint. Egyébként pedig nincs felső határa, sőt minél többet veszünk be belőle, annál jobb, mert a kiürülő mennyiség annál több nem odaélő dolgot, méreganyagot fog magával vinni a szervezetből. Konkrétan a legerősebb antioxidánsról beszélünk. És akkor itt van ez a liposzomális fantazmagória, ami amellett, hogy baromság, nem más, mint egy okoskodás mögé bújtatott burkolt pénzlehúzás, mivel ugyanazt a hatóanyagtartalmat háromszor-négyszer drágában adják el, csak azért, mert ebben a liposzomális dumában van csomagolva. Idegesítő. Oké, nézzük, mivel magyarázzák a hülyeségüket. Állítólag egy különleges eljárással liposzomális burkot vonnak a C-vitamin molekulák köré, amely burok képes egyesülni a sejthártyával, és így rövid úton közvetlenül a sejtbe juttatja a vitamin molekulát. Na persze. És ez szerintük azért jó, mert így közel 100%-os felszívódási hányadossal működik a dolog, szemben a hagyományos C-vitaminnal, ahol csak 20% képes felszívódni, 80% pedig garantáltan megy a slozira. Hát én ezt képtelen vagyok elfogadni. Gondolkodjunk csak logikusan egy kicsit. Itt vagyok mondjuk én az egy mázsámmal. Beveszek 1000 mg C-vitamint, ami 1 gram. 1 gram. Hát mi az semmi? Így eltűnik a szervezetemben. És akkor jönnek azzal a szardumával, hogy ebből az 1 gramból összesen 200 mg fog csak hasznosulni a szervezetemben, 800 pedig úgy, ahogy van, kiürül haszontalanul, de hogy miért, azt már igazából nem tudja megmondani senki. Talán kitölti a 200 mg az egész, az összes létező helyet a szervezetemben, amit elfoglalhat, és akkor 800-nak egyszerűen nem marad hely, nem tudni. Az esetleg akkor működne szerintem, hogyha bevennék 10 kg C-vitamint, és akkor ebből a 10 kg-ból felszívódna kettő, kitölteni az egész testemet, és akkor 8 kg-nak nem maradna hely, kihugyoznám, arra azt mondom, hogy oké, okay, de 1 g-nál. Na ne habarítsatok, mert tökön lövöm magam, komolyan mondom. 1 g-nál, hát ez, mi az, az ég, ez semmi. És, de ha mondjuk beveszek 200 mg-ot, akkor annak is csak a 20%-a fog felszívódni a nagy okosok szerint, tehát mindenképpen csak az egyötöde fog felszívódni a bevitt mennyiségtől függetlenül. Tehát 10-ből mindig csak két molekula fog felszívódni, 8 meg eltűnik. De hogy miért? Nem, senki nem tudja megmagyarázni. Talán az lehet a magyarázat, hogy bandukol ez a 10 C-vitamin molekula a szervezetemben, és amikor felszeretnének szívódni, egyszer csak ott terem a szervezetünk részéről a szekurity, és azt mondja, hogy ó, álljon meg a menet, ti ketten felszívódhattok, ti 8-an pedig tűnjetek el, mert ti mások vagytok, nem vagytok olyanok, mint az a kettő. De hát mi fel szeretnék szívódni, mondják a molekulák. Nem, nem, mondja a szekurity. Ti ketten szívódhattok, ti 8-an meg tűnjetek a csába. Lehet, hogy ez a magyarázat, hogy 8-an mások, mint az a kettő, aki felszívódhat. Vagy talán annyi lehet a háttérben, hogy bandukol ez a 10 C-vitamin molekula, és akkor 80 egyszerűen csak meggondolják magukat. Tehát elkezdenek egyesével felszívódni, és miután kettő felszívódott, akkor 8 azt mondja, hogy hát én meggondoltam magam, én nem szívódok föl. Az a két balek csak szívódjon, meg húzzunk innen a francba, aztán kész. Ennyi, és lelépnek. Ez lehet. Ki tudja. Ez érthetetlen. Vagy talán esetleg az, hogy ott sétál a sejtek körül ez a 10 darab C-vitamin molekula, és akkor
Hát igazából ezek nagyon nem akarnak felszívódni. Még a gondolatától is írtóznak annak, hogy felszívódjanak, de hát muszáj nekik felmutatni valami melót, valami normát, különben életük végig ott keringhetnének a sejtek körül. És akkor összebeszélnek a 10-ből 8-an, a 8 erősebb, hogy a két leggyengébbet nyomják le, és gyemeszeljék, erőltessék, erőszakolják bele, tömjék bele a sejtekbe, csak hogy ők leléphessenek. És akkor megfogják, hogy szívódjál már föl, te köcsök, hát nem érted, legalább mi léphessünk már le, hát a tököm ki van, szívódjál föl a ku anyádat, hát. És akkor így nagy nehezen valahogy 8-an betunkolják azt a két molekulát, persze nagyon elfáradnak, itt lehetne még tovább mutatni azzal, hogy a 8-ból 7-en még egyet valahogy beleerőszakolnak valahova, de sajnos a korábbi kettőnek a lenyomásával ezek úgy elfáradtak, hogy végül ezért fogják feladni, és ezért lépnek le. Hát valahogy így működhet szerintem a C-vitamin felszívódása, mert más magyarázat mi lehet arra, hogy 10-ből csak 2 molekula szívódhat föl, 8 meg nem. Most az a 8 miért nem szívódhat föl, ha az a 2 felszívódhat? Nem? Hát igazából más reális magyarázatot erre a dologra én nem tudok elképzelni. Úgy vélem, nem is létezhet. Na szóval, ezért tartom parazmagításnak ezt az egész liposzómális nem tudom mit. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!